Harmadik fejezet akadály. Ez a pillanat lehetett volna dicsőség teljesebb is. Az volt a baj, hogy Tomi zsebeiben nem sok volt a dohány. Valahogy mégis sikerült kifizetnie a sofőrt, de csak úgy, hogy Tupansznek eszébe jutott, hogy van nála még néhány részpénz, amit kölcsön adott Tominak. A sofőr ugyan még így se igen volt megelégedve és néhányszor megforgatta tenyerében a pénzt, de ha dörmögve is, végül mégis odébb állt. Azt hiszem, Tomi, sokat adott ennek az embernek, jegyezte meg tupan szártatlan arccal. Úgy láttam, mintha vissza akart volna adni belőle. Na hát tört ki a szó, Mr. Beresfordból, mikor végre felocsúdott álmélkodásából Mia. Manónak kellett magának taxi. Attól féltem, hogy elkésem és megvárakoztatom felelte tupan szeliden. Attól. Félt. Hogy. Elkésik. Te jó Isten, ezt igazán nem értem, tróválta a fejét Beresford. És igazán komolyan mondom folytatta tupansz nagy szemeket meresztve, hogy öt fontos bankjegy a legkisebb pénz, ami a zsebemben van. Nagyon jól játszotta a dolognak azt a részét, öreg, de azért az a majom sofőr nem ült ám föl magának, még fél percig sem. Nem mondta tupansz elgondolkozva nem hitte. Látja, ez a legfurcsább, mikor az ember igazat mond, senki se hiszi el. Erre ma reggel jöttem rá. Na, de most menjünk villás reggelézni, jó lesz a savoy. Tomi vigyorgott. De menjünk inkább a rícbe. Mégis, ha meggondolom tanakodott a leány, azt hiszem, legjobb lesz, ha a pizzadébe megyünk. Az közelebb van és nem kell taxit fognunk. Gyerünk. Mondja, ez most a legújabb divat vicc dolgában vagy tényleg megzavarodott egy kicsit? Kérdezte Tomi. A második föltevés a helyes. Pénzhez jutottam, és az örömtől valóban megzavarodtam egy kicsit. Az elmebajnak ezt a változatát pedig úgy gyógyítják a legjobb specialisták, hogy a betegnek, homár áll amerikénőr, rendelnek előételnek, utána csirkét Newberg módra és végül pesmelbat. Legjobb lesz, ha mi is ezt teszünk. Gyerünk hát hamar! Mondja, öreg Tupansz, igazán, mi történt magával? Ó, hitetlen Tomás! Tupansz gyors mozdulattal kinyitotta kis táskáját. Ide nézzen! Na meg ide! És ide! Szent habakuk! Ugyan ne lobogtassa úgy az egyfontosokat! Nem egyfontosak! Ötször annyit érnek, sőt ez tízszer annyit! Tomi nyögött! Valahol, úgy látszik, berúgtam és nem vertem észre, Álmodom most, tupansz, vagy igazán a maga kezében van az a sok ötfontos bankjegy. Nem álmodik, és most jön vagy nem jön villás reggelézni. Megyek én akárhová, de mondja, mit csinált. Kirabolta valamelyik bankot. Mindent a maga idejében. Micsoda szörnyű hely ez a piködili szörköz. Az az óriási autóbusz egyenesen nekünk jön. Témes lenne, ha elgázolná az ötfontosokat. Menjünk a reggeliző terembe, kérdezte Tomi, mikor végre baj nélkül megérkeztek a túlsó járdára. A másik drágább mondta tupansz gondolkozva. Az ilyen fölösleges prédaságot a legszigorúbban elítéle, mint tette Tomi. Jöjjön, menjünk le. De egészen bizonyos benne, hogy odalent is megkapok mindent, amire vágyom. Azt a sok egészségtelen dolgot, amit az előbb felsorolt. Hát persze, hogy megkapja. Annyit minden esetre, amennyit megehet nagyobb veszedelem nélkül. És most mondja szólalt meg Tomi, mikor a pincérek végre mind fölhordták asztalukra azokat az előételeket, amelyekről tupan szálmodott. Tomi már borzasztó kíváncsi volt. Piszkoli elmondta az egész történetet. Legfurcsább az egészben az mondta végül, hogy kitaláltam a Jane Finn nevet. Nem akartam a saját nevemet megmondani, szegény papa miatt, mert aggódtam, hogy hát ha valami gyanús ügybe keveredem. Talán igaza van, mondta Tomi lassan. De a Jane Finn nevet nem maga találta ki. Ugyan. Nem, nem rázta a fejét Tomi. Én mondtam magának. Nem emlékszik, azt mondtam tegnap, hogy hallottam két embert beszélgetni valami Jane Finn nevű nőről. Onnan jutott magának eszébe az a név. Igaz, hát persze, többent megtupansz, most már emlékszem, ilyen különös, fejcsóválva töprengett magában, majd hirtelen felkapta a fejét. Tomi. Most. Ilyen forma volt az a két ember, aki Jane Finnről beszélt. Tommy összeráncolt homlokkal gondolkozott. Az egyik nagy darab, kövér ember volt. Borotvált képű, ha jól emlékszem, és sötét hajú. Ez ő. Kiáltott föl föltupansz ez Vittington, És a másik. Arra már nem emlékszem. Nem figyeltem meg jobban. Igazán csak az idegen hangzású névre lettem figyelmes. És még azt mondják, hogy nincsenek különös játékai a véletlennek. Levetett tupansz és boldogan látott hozzá a pesmelbához. Te Tomi elkomolyodott. Mondja, öreg tupansz, mégis mit gondol, mi lesz ebből? Még több pénz felelte a lány. Azt tudom, maga mindig csak egy dologra tud gondolni egyszerre. Azt kérdem, hogy mi most a legközelebbi teendő. Hogy fogja tovább játszani ezt a kis játékot? Ó, kupansz leletti a kanalat. Igaza van, Tomi, elég kemény dió lesz. Arra is kell gondolni, hogy nem fog mindig sikerülni, így felültetni őt előbb-utóbb csak rájön a hánkjúcságra különben se tudom, hogy nem lehet -e ezért beperelni magát, zsarolás rímén. Ó, dehogy! Zsarolás az, ha valaki azt mondja, hogy elmond valamit, ha nem adnak pénzt. Bár most én ezzel szemben nem mondhatnék semmit, mert nem is tudok semmit. H.M. te Tomi kételkedve. Szóval mit fogunk csinálni? Ma reggel Whittington sietett megszabadulni magától, de máskor majd azt fogja akarni, hogy mondjon neki valamit, mielőtt kirukkola pénzével. Majd megkérdezi, hogy mit tud és honnan szedte az értesüléseit, és még száz más dolgot kérdez, amire maga azt se fogja tudni, hogy mit feleljen. Mit fog csinálni akkor? Upanz összeráncolta a szemöldökét, és nagyon komoly arcot vágott. Ezt meg kell gondolni. Rende ilyen török kávét, Tomi, attól gyorsabban működik az eszem. Jaj, de sokat ettem. Igen, mondhatnám, hogy valósággal falt. En is borzasztó sokat ettem, de jobban megválogattam az ételeket, mint maga. Két feketét. Ez a pincérnek szólt. Azaz egy kapucinert és egy törököt. Upansz mélyen elgondolkodva, kortyonként itta a kávéját, és szigorúan leintette Tomit, mikor beszélni akart. Csönd! Most gondolkozom. Közeledik a pelmanizmus felé, mondta Tomi és elhallgatott. Megvan. Szólalt meg végre tupansz. Kész a terv. Első dolgunk nyilván az, hogy megtudjunk valamit az egész dologról. Tomi tapsolt. Pecsúfolódjék. Csak is Vittington által tudhatunk meg valamit. Meg kell tudnunk, hogy mi a foglalkozása, hol lakik, szóval a nyomában kell lennünk én nem kísérgethetem, mert engem ismer, de magát csak egy pillanatra látta a Lyonsban, magát biztosan nem ismertné meg. Utóvégre is egyik fiatalember olyan, mint a másik. Tiltakoznom kell ez utóbbi megjegyzése ellen. Szent meggyőződésem, hogy kellemes vonásaimmal és előkelő megjelenésemmel a legnagyobb tömegből is kiütközöm. Tervem a következő folytatta Tupansz, rá se Tomira. Holnap elmegyek egyedül ugyanúgy fogok cselekedni, mint ma. Nem baj, ha nem is kapok rögtön pénzt. 50 fontból pár napig megélhetünk. Sőt tovább is. Maga majd a ház körül fog úlálkodni. Amikor kijövök, nem állok szóba magával, mert hát ha figyelnek. Valahol a közelben meghúzódom, és amikor Vittington kijön az épületből, kiejtem a zsebkendőmet vagy valamit, és akkor maga induljon. Kova induljak? Hát a nyomába, amerre megy, csacsi. Nos, jól kieszeltem. Könyvekben szokott ilyesmit olvasni az ember. Azt hiszem, hogy a valóságban roppant buta érzés lehet óra számra ácsorogni az utcán. Az emberek nem fogják érteni, hogy miért vagyok ott, ha nincs semmi dolgom. A cityben senki se fogja észrevenni. Ott mindenkinek annyi a dolga és mindenki úgy siet, hogy észre se veszik magát. Pár másodszor sérteget, hajja. Na, nem baj, megbocsátok. Különben egészen mulatságos lesz. Mit csinál ma délután? Kál mondta tupansz elgondolkozva kalapokra gondoltam. Vagy talán sejem harisnyákra. Vagy talán... Vigyázat! Ötven ont nem tart örökké. Intette óvatosságra Tomi. Inkább menjünk ebédelni valahová és menjünk színházba ma este. Kejes! Nagyon kellemesen telt el a nap, és még kellemesebben az este. Az öt fontos bankjegyek közül kettő menthetetlenül meghalt. Másnap reggel találkoztak a megállapodott időben és B-City felé mentek. Tomi az utca túlsó oldalán várt, míg Tupansz bement a házba. Tomi lassan elsétált az utca végéig és vissza. Mikor ismét a ház elé ért, Tupansz átszaladt a kocsi úton. Tomi. Igen. Mi van? Bezárták a boltot. Nem hallja senki, hiába kopogok. Furcsa. Ugye, jöjjön föl velem és próbáljuk meg még egyszer. Tomi felment a lányjal a lépcsőn. A harmadik emeleten fiatal tisztviselő lépett ki az egyik irodából. Egy pillanatig habozott, aztán tupencehez fordult. Az esthonia üveghutát keresi. Igen, kérem. Megszűnt. Tegnap délután. Úgy hallom, a társaság felszámolt. Nem mintha tudnék valamit eddigi működéséről. Az irodahelyiségek minden esetre kiadók. Köszönöm hebeg te tupansz. Nem tudja véletlenül Wittington lakás címét. Bizony nem. Meglehetős hirtelen történt a távozásuk. Köszönjük szépen, szólt Tomi. Gyerünk, tupansz lementek a lépcsőn, és az utcára érve, tanácstalanul néztek egymásra. Ezzel vége szakadt, mondta Tomi végül. Erre nem is gondoltam, szomorkodott Tupansz. Ne búsuljon, kis öreg, ezen már nem segíthetünk. Es hát, ha mégis. Upanz felvetette határozott vonalú, kicsi állát. Azt hiszi, hogy ezzel most vége. Hát akkor téved. Még csak most kezdődik. Mi kezdődik most? Ámi kalandunk. Hát nem látja, Tomi, hogy ha annyira megijedtek, hogy így ész nélkül futásnak erednek, akkor valami nagyon komoly magja lehet ennek a Jane Finn ügynek. Nos, mi majd kihámozzuk. A nyomukban leszünk. Úgy fogunk dolgozni, mint az igazi detektívek. Csak hogy nem maradt itt senki, akinek a nyomába eredhessünk. Éppen azért kell előről kezdenünk az egészet. Kol van a ceruzája? Ja, nálam. Várjon egy percig. Lezavarjon, megvan. Upánsz visszaadta a ceruzát, és megelégedetten nézte a papírlapot, amire felírt valamit. Mi ez? Hirdetés. Csak nem fogja mégis újságba tenni azt a tegnapit. Nem, ez most egészen más. átadta a cédulát Tominak, aki hangosan olvasta föl a következő hirdetést. Kérünk Jane Finnre vonatkozó bármilyen értesítést y a címre.